Ámen. Kedves néném, nem csak mi, hanem az egész emberi nemzet olyan, mint a halára ítéltetett rabok, akik nem tudják, mikor viszik ki a halára. A mi sorsunk éppen olyan. Mennyi urakat, nemes embereket temettünk már el, kit egy, kit más esztendőben. Ugyanannyira, hogy már csak ketten maradtunk volt zaj Az Isten azt is kivevé a bujdosásból. Most már egyedül maradtam a bujdosók közül, és nem mondhatom, mint eddig, hogy hadd vigyék ki ezt vagy amaszt előre, mert egyedül maradván nekem kell kimennem az áldozatra. A Csáki úr halála után zaj urat tette meg a porta a magyarok fejévé, akik ebben az országban vannak a császár protekciója alatt. Halála után a portára kellett mennem, hogy hírré adjam halálát. A szokás szerint engem tettek básbuggá, mert azt jó megtudni, hogy akik ebbe az országba az öreg Rákócival jöttünk, azok közül csak én maradtam. Hanem akik most velem vannak, azok újak. Micsodás a világ. Mennyi változáson mentem már által, de az Istennek gondviselése mindenkor velem volt, és vagyon minnyájunkkal. Egész prédikációt csinálhatnék a síralomnak völgyében lévő változó életünkről, amely változást mindaddig próbáljuk, amíg az örömnek hegyére nem megyünk. az első levelemet, amit ön a nénémnek írtam, 27 esztendős voltam. Ezt pedig 69-ben írom. Ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bújdosásban töltöttem. A haszontalan nem kellett volna mondanom, mert az Isten rendelésében nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk és úgy minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akaratánál. Kérjük az üdvösséges életet, a jó halált, és az üdvösséget, és azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól. Amen. köszönöm, Uram, hogy a mái napra is védelmező maradtál. most sem engedted el a kezemet, hanyatló életemet elláttad reménnyel, értelmemet megtartottad, megtartottad, hogy utolsó levelemet meg tudja írni. Az utolsót. Nevet billent gondolkodásnak, se kétkedésnek, ha akarnék, se tudnék eltávolodni tőle, de erősen romlik a látásom. Voltak napok, hetek, amikor azt éreztem, elveszti világosságát. Megírtam. Nénémnek mindenképpen az utolsót. Inkább a partot járom, hallgatom a tengert, hallgatom a sziklákat, hallgatom a suttogásukat. Még akkor is, ha gyakran rámpirítanak, pirítanak, kíméletlenül mondják, hagyd az érzelmeket, felejtsd egyszer s mindenkora, hiszen nincs mi közt választhatnál. Ide véglegesült a sorsod. A magadban táplált lehetőségek sorra elfogytak. Marad a menekíthető pillanat. Menthető vagy felismerhetően te vagy, te, aki nyomot hagy a homokban, rárajzolhatja arcát az alkonyi víztükörre. Tört arc ugyan, de viseli kivetett idejét. Ja. Ez is csupa érzelem. Szemből kell keresni a szót, a józanító szavakat, takargatás helyett hagyjuk szívünkre hidegedni. Úgy, úgy, hidegen süsség érzületemre, beváltatlan maradt, amire készültem, ami megvalósult, az, az nem az én akaratom volt. Szokásom szerint azt kéne mondjam, az Isten elgondolása volt, vagy próbálja akármi volt ezzel a a több embernek valót szabott ki nekem. A hontalanság ketrecét zárta rám, messzességgel életemet. Nem, nem, nem a szavakat, szavaimat Isten káromlás hidegségére hagyni. Engem kezdetétől nem a török étek táplál, hanem a jussolt szó, a zágomban tarisznyált anyanyelv. Magvuk mezőket sarjasztat, mélyük erdőket suhogtat, fényükben anyám mosolya, apám dacoló nézése. anyám dajkáló mosolya. Apám kivérzett dacossága. A szabadságot áhított a fogarason, váltott kínok között az égi szabadságot el is nyerte hűséges volt, nem árult a hitét, hát elárulták őt. Hűség, szabadság, lesajnált igyekvés, nálunk csak az árulásnak van becsüje. Minden hazúról kapott hír a fejedelem nevét fakítja, és az árulókét fényesíti. Így volt ez tegnap, alig, hanem nem így lesz még a világ Jobban teszem a ezeket a gondolatokat, mint annyiszor magamba temetem. Mélyen le! Árvaságom mélyére, és tovább álmodozom. Milyen más arról álmodozni, hogy mi lett volna, ha, mint hogy arról vallani, mi van most? Mást nem mondjak, milyen lett volna az életem teljesülő szerelemmel. Gyümölcsöző esztendőkkel. Milyen megállíthatatlanul képzelektem a szívbéli szeretetről. Azt a mondást sem ízlelhettem meg, hogy Zsuzsika azt mondja nekem, védje el engem te szegény, ketten leszünk szegények. Szívéletemet senki se tudta úgy betölteni, ahogy ő betöltötte. Bercsényi is így érezhette, mikor élet párja örökre elaludt. Zsuzsika szépségiben keresett vigasztalást, s hamaros grófnét csinált belőle. Decembris, decemberis. Ha nem is havasi meccéssel, foga van a hidegnek. Az öregedő csontba igen hamar beleharap. A tengert hallgatom, Nélküle nem tudnék meglenni. Dajkám helyett a dajkám. A tenger, mint dajka. A száműzöttek dajkája. Mormog, messziről mormog. A végére igen csak egymásra találunk. A két öreg. Szemrebbenéseimig, elámult lélegzete még ismer. Kötelez a méltóságra, a megfontoltságra, a végtelen gondolkodásra, szorgosságra. Mindenre, ami nélkül a kivetett ember belepusztul. Bárcsak mindahányan közelséget tudnánk vele kötni, hagynánk, hogy kimossa belőlünk az irítséget, a civódást, hogy ne keverjük méreggel, bajos napjainkat kárszépíteni. Egymás gyanakvásában élünk. Így éltünk kezdetétől, most még inkább így élünk. Írlapok százát róhatnám tele, hogy egymás hűbecsülését ki mikor cserélte becsmérlésre, sorvasztva kedét, amúgy is rövidült álmot. Ó, nekem is bővivel kiutott, portai szolga, besúgó, sokasodtak érdemeim. Mi egyebet tehettem, viseltem tehetetlen. Egyre azon bánkódtam, mi jogon várjuk el másoktól, hogy becsülésünkbe fogjanak. A magunk becsülésétől ilyen messze kerültünk. Sokszor odáig vitt a kétségbeesés, hogy valamilyen módon végnapom elé sietek. De hát oda-haza, nem így van-e? Az idevalót magyarázza a szakadás. Igazán belenézünk, ilyesfajta emberi kivetkőzésre nincs, nem lehet magyarázat. Ahelyett, hogy tűrő lélekkel emelnénk sorsunkon, pokolig mélyítjük. A pokol dolgait nem lehet olyan olvasmányba öltöztetni, hogy kedvet kapjon olvasásukhoz a szem a maga ízlelgetésére kár szaporítani. Azért a megbánható elhatározás, több papírost nem veszek levélírásra. Ami nagyon fáj, torkomig feszíti a szót, kibeszélem a tengernek. Együtt hánykódunk, együtt sóhajtjuk a túlpartot, a hajók érkezését, amelyek oltalmukba vesznek, és kimentenek ebből a számkivetésből. Istenem, mit nem adnék ezért a pillanatért? Maradék életemet is odaadnám, csak még egyszer lássam Zágont, a bozzapatakot, a házat. Ne, 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 ne. Mi hasznak képzelem? Nem akarok úgy járni, hogy első hazapróbálkozásomkor jártam az ágon közeli havasban. Most is előttem van. Szemem be nem telhet a szebbnél szebb havasi tájjal, a hintó, amelyik visz, már-már a fák magosát súrolja, mint fenne bemelkedik a frissületben, a lovak is kedvembe akarnak járni, hogy zágonig lássak, tudják, hogy be akkor telek, ha zágonig tart trappolásunk. Utastársaim értetlenül pillognak, nem értik, mi szállt meg, mi pirosít, kiveri szavaimat lázas beszédre. Az úr befette, az odavivő utat. Így nehogy beleroskadjon a derekam, és az eszem. Mert ahányszor megjárja gondolatomat ez a befedett út, egész testem nyilallás. Maradt-e vajon a muskotályos borból? Ha igen, bele kell kóstoljak, hanem egyebb a gyengeséggel kell háljak. <tosz> vélné bennem. A második nyelet nyit arra, hogy a nyelvem sose kopjon el a beszédben. Pennám az más megtette a dolgát. Száradását úgy kell viselnem, mint az idő parancsolatát. Azért, ha nagy ritkán szeretne megmártózni, tintába mártom, és hozzáadom az eszemet. mindjárt többet látok magamból. Az ördögből is, az Istenből is. Elsőbbje emberarcot visel, és minden, ami bajunkat tetézi, tőle való. Az urat, aki a legtávolabbi közelség, választott utam, a nap minden szakában őrizőmül szólítom, hogy viszontagságaim fölé növeszthessem akaratom, és hogy tőle s ne az ördög hamis ígéretétől fogjak tüzet. Istent és világot együtt élni a teljesség. Az ördög kísértésének engedelmeskedni a bűn imádata. Állj meg, állj meg, alig tettél pontot az zárólevél végére, már is gondolataidat hajazod. A hajazás nem a te dolgod. Ami nem fogható szóba, már pedig Isten létezése nem fogható, azt hagyd másokra. Törődj a benned valóval, s ha úgy érzed, hogy az Úr benned lakozik mindennapos megváltásoddal. Mindennapos megváltás nélkül, kietlenég gyérül a remény, a nehezen szokható, halálig megszokhatatlan, különösképpen itt a török szeretetében. már az első napokban kitetszett, hogy ez a nemzet a keresztényt nem utálja, de megveti. Ez ellen tenni a botorban is több a gondolat. Magam a fejedelemhez igazodtam. Aki is Krisztus tanítását követve áldást kért üldözőire. Fejedelmünket kivette közülünk az Úr, nyájas üldözőink átváltoztak, más móddal, finomságosabb gondoskodással nehezítik meg a kereszt hordását. Hordozzuk keserűen, hordozhatnánk még keserűbben, még megalázóbb alkuval. A keserűbben csipetnyi nyelv édesítő, hogy más nemzetekhez mérve és ez nem az iménti gondolatbicsaklása, a török nem is olyan írtóztató, mint amilyen híre vagyon. Sehol olyan békességes maradásunk nem lehetne, mint itt. Gyakran úgy talált vélekedésünk, hogy a különböző nációk közül leginkább minket szeretnek. Legjobbat nem kívánhatunk ezért nékik, mint azt, hogy legyenek keresztények. Mi más hangulat, de hangulat leginkább arra való, hogy borúságomat néhány minutára előzzem, és hasznos dolgokon járassam az eszem. Nem máson, mint azon, hogy hol nyomtassam ki e halomra gyűlt levelet. Ha olyan könnyen lehetne, amint azt megérdemelnék, nem kellene törődnöm, mert azt tudom, hogy mások is örömükre olvasnák kicsit fennebb szökött a becsülésem. Bencsőmet mérve nem hinném, hogy túlontúl nagyot szóltam volna, majd elválik, ahogy zágomban mondanák, hogy a bécsi előolvasókat mekkora gyönyörűség tölti el, arról csak képzelmem van, ha van. Tengernyi levél, tengernyi betű, tengernyi kín, Fegyenszük voltam, gája rabjuk. Voltam, megint magam vagyok, akivé a kín tett, a kínban fogant írás. Kész. Kész a mű, a pályán végére rendelt alkotás a száműzött gondolat számvetése. Mielőtt beletébolyodtam volna, sikerült átszólnom a fonnyadásos időt, kiszólnom a száműzött sajgást. Íme a bizonyság, az ember száműzhető, a gondolat soha. Hőbe szomjult lett. ekkora szomjúságot sose éreztem. Meg lehet, odaküln még a tenger is szomjúhozik. A tenger, a haza-haza mutogató csillagok. Élnek. Ezek a sorok élnek. Élteti a hűség. Ó, ha ezt a fejedelem megérte volna. Kurtán elmosolyodna, és azt mondaná, szedd össze a lelkedet, kelemen. Hogy tudott erősíteni? Elég volt, ha belekezdett. Eztendőkre tudtam, hogy hányadán álljak sorsunk viseléséhez. Ne talán megrendültem volna, ott volt az ő lelki példája. Zágoni utamon is velem volt szállásom kilincsét ismerős, ismeretlen felváltva cserélte, ömlött szobámban a hazai szó, fiatal hevületű gróf, simaszájú kalmár, gyerekkezemet vezető szolga, mindegyike kötözött, húzott, marasztalt, zágont, mindenestül szívemre bogozta. Szuszra szusz győzködtek, minutáig sem fáradtak bele a beszédbe, gyengülésemre vártak, arra, hogy feladjam eskümet. Mostani gyengülésemben sem adnám fel, nemhogy akkor. Hátfordításomat miután ne szétvettem a fordulatnak, nem is nekik, hanem Lopkovics Herceg cselvetésének szántam. Erdély csinált főkormányzója a maga játékára, vagy az udvar örömére, az ördög tudja, árulóvá akart rongyolni. Szemem előtt volt miféle fajzat aki csak arra vár, hogy a kezébe kapjon, adott szó ide, adott szó oda, apám jussára juttasson. Kisded kísértés. Ön lelkem ellen élni, mint olyan sokan teszik Erdélyországban. Fogjon el ezer száma baj, akkor sem. A fejedelem kezét Alázkodás nélkül meg tudtam csókolni. Árulóimét soha. Az árulóknak megbocsátani a legnagyobb árulás. Aki a győztesektől megértést vár, nem ismeri a győztesek természetét. Külhomból hódolni, egyezkedni, felér a bakóra hajtott főhajtással. Nem árt tudni, aki a szabadságért hal meg zsarnoka örömére hal meg. Az sem biztos, hogy elkerüli a köznép megvetését. Nem lelem valamelyik görög könyvbe suvaszthattam. Töredékből töredék leheletnyi feljegyzés jó nagy betűkkel másoltam le, hogy ne tévesszem szem elől. Elégszer olvastam, hogy ennyi esztendő után se hagyjam feledésbe. Na, megvan, megvan. A háború mindenek atya, és mindenek királya, és egyeseket Istenné tett meg, másokat emberekké. Egyeseket rabszolgákká tett, másokat szabadokká. Heraklétosz neve párul vele. Párul, s nyom a megvilágosodás felé. Fejedelmünk mindegyre azt mondta, legtöbb, amit elérhetünk, megmaradni embernek. Otthon s egyaránt. A zsarnok ezt tűri a legnehezebben. Nem nyugszik, míg el nem ér, nem hagyja, hogy bárhol a világban szabadon élj. Isten lássa lelkemet, nem akarok keseregni. Pattanok meg. Ki tudja, hol hallott panaszlás vet horgott szívembe. Nem szólhatok többet, és mit mondjak egyebet? Mostani sorsomban ellátom, s úgy tartom, már sohasem látom keresztény világban, mi édes hazánkat, s hazafiainkat régi szabadságban. Szedd össze a lelkedet, kelemen. Hatalmad van magadon, szenvedéssel szerzett hatalom. Úgy kell járnod az emberek közt a tengerparton, a napsütésben, mint aki megváltott sorsában hordozza a jövendőt. A sohasem látott, a te látásodon keresztül válik, megint látottá. A keresztény világ a te őrzésedben szerzi vissza elveszett gyermekeit. én. Meg lehet, csak én hallom. A fohásznyi magasság súrog a fülembe. Az is lehet, az egykori gája út, gája vonás, rabének szüremlik elő. A jenikőbe elénk küldött gája. 220 leláncolt sors. Jó szél, kiszakadt küzdés, süvöltő parancsolat. Holtig befelé imádkozott keresztény ima. Kikötőtől, kikötőig hordott nyomorúság. Rodostóig velük fázott az ingem. Magyarjaitól külön. Szabadulásukat tudakolva, kérdőek a szemek. Hova, uram, hova? Miért mennénk mi már Magyarországba? Feleségünk, gyerekünk talán már odahaltak. Ha mégse, mivel élnénk? Itt legalább ételt adnak. Hol vagyok én szenvedésben az ősorsoktól? Holtig tart is. Igen, messze. Inkább a kiírt szó, semmint a bévülre szorult hang, a bénító emlékezés. Ezt a fent lévő ablakot, aki ezt kitalálta, ne lehessen kilátni rajta, ne lehessen begyűjteni az utcát, az embereket, a változó és mindig ugyanazokat a szokásokat. Kivel, ki, kivel mennyit pusmog? A portai változásokat kedvükre vagy félelmükre fogadják? A magamfajtát látom elmenni, egyenesen viszi-e magát, húzza-e a gond, ha megeleme, megemeli a fejét, messzetekintően emelie vagy csak a lába elejére van ügye? Az újak az új hazúról érkezők lófrálása ebben a megfogyott és elhagyott állapotunkban külön elevenség, fölénnyel, világváltó sietséggel vetik magukat a városra. Mintha azért jöttek volna, hogy minket, a zsémbeseket, a hervadókat minél hamarabb eltemessenek. Még csak haragudni sem lehet reájuk. Többje fiatal, hevületből menekült. dohogás ellen a legjobb orvosság a bor. Abból is, amit én szeretek, a tehát Csak ürmös van, keserűnek elég keserű, édesnek elég édes, azt arra vele. Jó lesz gerjesztőnek, délóta egy falatot sem ettem. Mostanság, mintha bajmolódnék az étekkel. A gyomrom kezd rendetlenkedni, pedig a kávézással, a dohányzással is jó részt felhagytam. Hm. Én és a zsémbesség. Bár csak mindenki olyan zémbes lenne, mint én. Ami engem viseltességig nyugtalanít, az mást ugyanúgy nyugtalanít. Hazátlansággal, a hazátlanság semmitő erejével élni, kikopni a szülőföldből és a kényszerű lábvetésből, a tűrt tekintetekből, egyazon a félholtsággal. Hogy ne legyél egészen az, választ például a koldus gazdagságát. Érd be kevéssel. Ne mondd le a világról. Hmm. Legfőképpen arról ne, amit mások javára halmoztál össze. Ne mardosson, nem mardoshat többé, ami eddig mardosott. Egyedül maradtam, nevetségesre való dolgot csak magam előtt követhetek el. Mióta levetettem a francia köntöst, abban sem kell röstelkednem, hogy magyarságomat kivetkezve hordom nyelvemet sem cseréltem finomkodóbra, se angolra, se franciára. A magaméval akartam, akarok több lenni. A magaméval, mely miutáni időre sem volt börtönben. többszörte volt a szabadítóm. Levegő fogyásban is a levegő. A messze ég, a haza-haza költözött álom. kell -e ennél édesebb terű? Kihordhatóbb, szabadítóbb csoda az én megváltó csodám. Köszönöm, Uram, ezt a szabadító napot, ezt a szabadító estét. Viszonzásul elhagyom életemből a panaszt, sorsunk méricskélését. Mától az én imádságom, az én világom érdekel, és nem az, hogy a törökök mi módon végzik mindenkori imájukat, melyik napon könyörgik, hogy elnyerjék Isten kegyelmét, melyiktől várják, hogy a zsidók, a keresztények megtérjenek, melyik napon imádkoznak a profétákért, a papokért, a holtakért, a betegekért, mikor döntsön önfelé az ember, ha nem 70. esztendejéhez közeledőben, amikortól illő az ocsúdás. ami lélekből fakad, az a lélek dolga. Amit a körülmények szabnak meg, az elé legfeljebb magadat vetheted, de változtatni nem változtathatsz rajta. Ne talán hazatérni volna kedved, megteheted. Más kérdés, hogy lelkiismeretettől kapnál-e felmentést, ha nem onnét az odahagyottól a vétőktől és nem vétőktől. És mit kellene megint elszenvednem? Úgy tetszik, a szabadító pillanatnak is megvan az ára. A hirtelen öröm ütni tud, halálosat ütni. Ha most mennék hazaútra, egészen bizonyos, a torkomat keresné, nem menekülhetnék suhintásától. Itt csak nem meri megtenni velem. Ha mégis, hagy időt annyit, hogy összerendezzem a dolgaimat. Ha nem, a gazdagságom viruló szőlőskertem is az ő gondjára szakad. Azt még elviselném, de hogy a bort is ő így a meg? Szedd össze magad kelemen. Nem lehet büntetlenül örvendeni. Ne örvendj! Minden az ellen van, hogy békén fejezd be. Fejezd be poklosan, de az is akaratod szerint történjen. Levél, levélre. A felgyülemlett élet, a felgyülemlett hűség, akármelyik lapját emelem meg, magamra nyílok. Esendőségemet hasogatja elő. A vártat és nem vártat, a jólesőt és a nyilallót, a szelídet és a hóhér haragút, a kecsegtetőt és a csontig repesztőt, a merszet és a félelmet, a tört minutát és a vége hosszát, mind-mind, ami ezt a nyomorúságot tűzbe-vízbe mártja lapok az inséges máinak, és a talán még inségesebb majdannak. Más nem unalom űző iromány, kacagtató játék. Szabad-e mindezzel törődnöm? Azt hiszem, annyiban hagyom, mint ráka futását, vagy azokét, akiknek örökké hátrafele jár a gondolatuk. Nekem még eszem meg nem fogyatkozik, nincs más dolgom, hogy átkössem, szebbítve, bearanyozzam életem foglalatát, bearanyozottan hagyjam hazavivésre. Hogy is volt? Hajnal vitorláján, aranyszínű szárnyán, mi nap láték egy tündér kit mindjárt, kedvelék, belég énekeltem. A kolozsvári jezsuita kollégiuma megmondhatója, hogy mikor csak azt tudom, hogy ingem alatt újra zsuzsika közelségét érzem. Zsuzsikáért nyúl a kezem, Lengyelországig szakad a szívem, szakad, szakadott, Akármelyik nagy tűz elaluszik, ha annak eledelt nem adnak, másnak adta magát, hogy a virágének se találjon. Mi hasznak keresem mását? odakün javult az idő, ben semmit sem érzek ebből, Nyavaj a bujkál bennem, reggel még úgy ébredtem, vidámság volt lelkemben, bár a lábam nehezen mozdult, a vidámság azt is felélénkítette. Mint minden napomat, ezt is Isten bőkezének, irgalmasságának veszem. Amíg irgalmában részesít, zokszó nem hagyhatja el a számat mióta hazai hírekkel örömít, azt sem tudom, hova legyek. Elébb István, öcsém uram, levele, utána Bóér József, öcsém uram, örvendeztetett meg otthoni vigasztalással. Mindkettő gyönyörűségig kapta kedvemet. Gyönyörűségig a következő minutában kétszerte nagyobb búsulásba fordította. Szívem, kedvem, gondolatom, szünet nélkül abafáján jár, az atyafiságos szeretet fészkébe készül. Az odavaló utat igen kevés költséggel és fáradtsággal napjában gyakorta megjárom. Hű? Tüzük van ezeknek a leveleknek. Megtörténhet, hogy hazáig éget. bár csak megtörtént alig, hanem be kell érjem melegítő bíztatásukkal. Az Isten itt rendelte halálomat. Török tartás szerint az Isten hol több, hol kevesebb rakásba az embereknek elhinti a kenyereket, oda nékik el kell menni, hogy felszedjék. Aki pedig meghal, csak azért van, hogy a kenyer elfogyott ugyancsak török mondás, az Isten minden embert sárból teremtett, angyal gondjára bízta. Melyik helyről veszi a sárt, ahonnan veszi, oda el kell menni, ott kell meghalnia. Azt nem tudom, mennyi kenyér vagyom még előttem, de azt kétlem, hogy zágomba innét vit volna sárt. Zágon, már megint zágon, még hogy csöndességben telnek napjaim. Ámítom, nyugtatgatom magam, magamat és másokat. A száműzött lelkeknek sose lehet nyugalma. Nincs, mert semmi sem hagyja, hogy legyen. A közeli azért nem, mert azt éli, a távoli azért, mert nem élheti. A nem élhetés a temetők előudvara, a halál gyámsága. ó? Oh. Miket nem beszélek. Aki ennyit kiállt az idő bántalmából, nem köthet egyességet tébolyával. Nem. És nem. <coughs> se írá, se séta, se tenger. Renyheségre, renyheség. Várni való volt, hogy ez lesz a vége. Akármi legyen, újra bele kell fogjak. Van még néhány francia könyv, csak győzzem fordítani. Mélyemből mindig ki tudtak húzni a míves munkák. Gyermekidőm is megiratlan. Igazán érdemes volna belé vidámodni, még inkább belé Derék De észbeli torna lenne régi erdőimbe, illatos kertjeibe, játékaimba visszaöltöztetni zágon és édesanyámat, ahogy énekelt, ahogy a kezemet fogta. Szomorú világa fölé a csodákba vitt. <hört> Istenem, életem nem igen gyönyörű, két halvattor torcámon folydogál a könnyű. Olyan lettem rózsám, mint a száraz talló, kinek a virágját leszette a salló. Az én poharamat bánattal töltötték, gyászos asztalomat búval terítették. Haza sem mehetek, nem is izemhetek. Arról gondolhatják, hogy én itt elveszek. Akár igaz, akár nem, hogy apám a fogarasi várban utolsó énekül ezt énekelte. Nekem hihető. Hiszem azért is, mert anyánk mondta. Ő a szebbért soha semmit sem szépített, bár csak jobban odaügyeltem volna, Többet, több nekem való tudnék róla. Milyen ember volt. Tököli párthív harcosának. Tudom, hogy, hogy volt. Több oldalnyit írtam apámról. Igaz, septében írtam. El is dobhattam, de nem, nem dobtam. <laughs> tudni akarta, milyen volt bujdosónak, milyen volt indulatos katonának, amikor is haragjában három elpártolt zágoni nemest megöletett. Vajon pontosan így esette? Ha így esett, természetéből tette, vagy a kikerülhetetlen körülmények vitték rá. Ez az, amit előle mindig homály fedett, és most már, ha akarnám, sem tudnám kideríteni. Mi lett volna velem az ő természetével? Mi lett volna? Ha élne, látná napjaimat, és azt, ahogy viselem, szánna engem. Cselekvőbb sarjat képzelt magának, nem szolgálatosat abból is a merengő aki tollal álmodozik. Beszélhetnék neki a hűség ezer módjáról, a fejedelem szentügyéről, a szentügy ügy újbóli lánglobbanásáról. Helyben leintene szent ügy, amit a karoddal véghez viszel, itthon viszed véghez, a többi körülhordozott álom. Kevéske kellett volna, csak annyi, hogy zsenge korodat megérjem, igazi harcost faragok belőled. Olyat, akit félnek, és nem ő fél, aki elől menekülnek, és nem ő menekül, akit ellene is megsüvegel. Semmelyik küldés nem szívlelte a táborba szállt tintásokat. A vers is megszólta őket mondván, pennával akartak ellenséget vágni, és kalamárisból lövöldözni. Mitől, hogy csak most érint meg az e fajta beszéd? Képzeletben szólt, és már is követ hengerített Reám. Tudok-e mozdulni alól? Mi lesz, ha a legnagyobb kő is reám hengeredik? egész életedet rebellisek közt élted, bár sose voltál rebellis, és ha nem is a magad szándékából, pogányhoz folyamodtál. Miután a hadakozás füstbe ment, nem tehettünk egyebet, Isten akaratára hagytuk magunkat, ő hozott ide, hadvezéreje ő is dolgunkat. Frissiben passzolt a magyarázat. Most kellene megfelelned mit felelnél kelemen? Nehogy azt hidd, hogy kimehetsz ebből az árnyékvilágból, míg el nem készül ebbéli számvetésed. Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy a szabadító napok, szabadító esték helyett megint a gyötrő napok, gyötrő esték, gyötrő álmok szakadnak a fejemre magam tenném gyötrővé, kár kérdeni. Mint ahogy a másik felemtől is, kár volna megkérdeni, mi okból tartottam ártatlanságomat a felséges fejedelemhez. Mi okból tartom egy azon mértékben a hazához. Mondhatnám oly kép is, hogy a két színű nyelv sosem volt sajátom. Ami akármelyik oldalról nézem, manapság felér a rebellióval. Az én életem éppen azáltal, hogy ki tudom beszélni nyitott élet, megegyezik az Isten rendelésével, és egyezik belső akaratommal, amire kötelességet vállaltam, amire bensőmből szerződtem, teljesítettem. A hátralevőt sem hagyom másra úgy adódna, hogy hazavisz az utam, írományaimnak külön bárkát kéne fogadjak. Mi mindenre meg nem tanít a hazátlanság. Uh -huh. Első ülés a hűségre, aztán megint a hűségre, harmadjára a dologra. Mire a többibe is beletanulna, élete a magaméhoz hasonlatosan bealkonyul. Addig is, amíg a bárka ideér, a legegyenesebb úton küldöm Báró Huszár Bóér József öcsém uram kezébe. Itéletem szerint nyomtatásra méltó könyv. Franciából fordítottam Székelyre. A kereszt könyve másoknak is hasznára lehet. Ha legalább olyan gyönyörűséggel olvassák, mint ahogy írtam, az evangéliumok históriáiba lesz folyvász részük. megint tudok örvendeni. Kicsinek, a nagynak, leginkább annak, amikor magára világít a pillanat. Mihez kezdj születő csöndeddel, a csöndben fogant gondolatokkal. Kalászoló idejük múltán miképp gyűjtsd kévékbe, asztagba, ha, szinte látom, hogy Zsuzsi hugom kezébe veszi a kereszt könyvét, izzó szemekkel olvassa, ártatlanságában is együtt szenved a betűkkel, a többi atyafiságos sem nézi restséggel, mozdul zágon, mozdul abafája, úgy nyúlnak értem, szaggatnak, mintha köztük élnék. Vesztett család, újra lelt rokonság, keresésre indult szeretet. Az roppantott, ez egy kurta tudósítással is haza kínoz. Nem tudom, hány napon van még hátra. Minden hazaképzelt perc szívemre támad. Minden hazaképzelt perccel az ide valót nehezítem. Kezdtem azt hinni, hogy az egyedüliséget választó barátnál is magánosabb életet élem. Nevek garmada költözik szobámba. Bornemis, Haller, Torma, pirinyi, Huszár, Béldi, Névvel Név, Zsuzsi Hugomról, Zsuzsika. Akit ennyi esztendő után sem tudott semmi és senki kivenni a szívemből. Búban búm volt, édes búm. Büntetés volt minden veletöltött órám. Alig vártam, hogy büntetésem valamiképp meghosszabbodjon, akár ítélet napig tartson, meghalljak örömömben. De hát az élet azért élet, hogy örömben keveseket hagyjon meghalni. Járjon a rosszal, ha már képtelen megházasodni, képtelen a másikért megharcolni, és az elébre való tisztelet sem engedi. Bercsényi uramat sem kellett volna annyira tisztelnem, hogy kezei közé tiszteljem Zsuzsikát. Zsuzsika özvegységét sem kellett volna megrendüléssel bámulnom. Akárki akarta letétetni vele a feketét, csalta kiközülünk Lengyelországba, keresztelőnk elől vitte el. Cirókálás ide, cirókálás oda, jövendőjét nézte, az urától jussolt erszény az enyémnél sokkal kövérebbet. Amint a francia példabeszéd mondja, kinek, kinek kell tudni, hogy mi fő a fazekában. Az én fazekamban semmi hazamenetelre való remény nem főtt. Miért kívántam volna azt, hogy a maga szerencsétlenségén kívül az enyémet is viselje? Zsuzsika portékáira, a portékákat halmozó ládákra, Zsuzsika portékák közé rakott szívire. Bekedvel dicsértem az erdélyi asszonyokat, felvive tündérletüket az égre, mondván, mikor Magyarországon fogyatkozás van a napban, csak egy erdélyi asszonyt vigyenek oda, annak szépsége elég fényességet ad. Azóta esztendőről esztendőre nő bennem a napfogyatkozás. Erdélyi asszony sehol. Ha csak, ha csak. Ne, gondolni sem merek rá különben is az erős fényességben hamarabb reálmakadna az elég gyakran lábra kapó dögvész. Jó itt nekem, jó. A rodostói édemben. Legfeljebb több szén darabkát szórok a cseréptára. Melegít is, óvis is, füstjétől a halál. Hm. a levélírásnak is megvan a maga ideje. Még ma megírom. Atyafiságos szeretettel rót sorokra, hosszú atyafiságos szeretettel rót sorokkal illik válaszolni. Kéréseimet is lajstromba kell szednem, alkalomattán milyen, másnak semmit sem jelentő apróságokat dugjanak a kopertába. A kalendárium sem maradjon ki közülük. Hála a károly várában meghúzódó trinitáriusoknak, rajtuk keresztül a legtitkosabb gondolat is címzetjére talál. nem csoda, hogy hideg van, szendereg a cseréptál, szenét hamvába őrzi, melegítsen a bor. A bor és a rám talált kötelék. A megannyi haza eredő szál. A mai kivetettség más kivetettség, mint amilyen a tegnapi volt. Drágább lett velük az életem. Drágább élettel érinthetőbb a világ. Sokasul, amiért fáradozni érdemes. Ki tudja, nem magasíte roppant időmön. Báró Vuszár Bóér Józsefnek, mindenek felett való kedves öcsém uram, adja Isten, hogy levelem jó egészségbe találja kendet. Az itt lévő életem annyival már most súlyosabb, mert minden bujdosó társaimat eltemettem. De az Isten drága orvosságot adott a mi atyánkba, az unalom ellen. Ahhoz kell szabni magunkat fiúi engedelmességgel. Az Isten megtartott engemet egyedül, hogy mások tanuljanak rajtam, és a hazájukat el ne hagyják.